Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Dendera szerelmi üzenete gyertya mágiával. Most úgy éreztem a mai napon, hogy ez a fekete gyertya nagyon fontos, hiszen most erre van szükségünk. Ez a fekete gyertya, ez a gyertya mágia segít abban, hogy mindent eltávolítsunk az életünkből, ami nyomaszt, ami szomorúvá tesz, a negatív gondolatokat, a negatív érzelmeket, a hamis embereket, vagy eltávolítja a fekete mágiát. Ha gondolod, meggyújthatsz te is egy fekete vagy egy szürke színű gyertyát, utána törd el, dobd el, így eltávolítod mindazt, ami hátrányos számodra. Amit még tehetsz, hogy felírod azt, hogy mit szeretnél eltávolítani az életedből, vagy kit szeretnél eltávolítani, utána égesd el ezt a papírt, amire felírtad ezeket a dolgokat. Ezek lehetnek negatív gondolatok, mint például, ó, ebből úgysem lesz semmi. Lehetnek negatív érzelmek, félelmek vagy bizonytalanságok. Lehetnek hamis kapcsolatok, hamis emberek, vagy valaki, aki megpróbál téged, vagy őt negatív irányba befolyásolni. Mindezeket a dolgokat most eltávolítjuk ezzel a gyertya mágiával. A felvétel végén majd átküldöm ezt az energiát, persze ez már most is érezhető. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, veled szemben a lelki társad vagy, ez utal a férfiakra, és mi a terve, mit gondol rólad, hogyan alakulnak a dolgok, ezt megnézzük ennél a jóslásnál, és a gyertyamágia segít abban, hogy mindazt, ami negatív irányba befolyásolja a dolgokat, ez eltűnjön, ez eltávolodjon. Itt látható a lilium, itt tisztázódnak a dolgok, különösen ami az otthonát, a családját illeti, az otthon megjelenik újra. Itt van a szerelem, ez lehet egy közös otthon tervezése. És itt látható a stabil párkapcsolat. Most megnézzük a te kártyáidat. Itt olyan hirtelen történnek az események, ez a kasza segít abban, hogy a negatív dolgokat, vagy a nehézségeket eltávolítsa. Itt lesz egy hír, vagy egy szerződés. Itt állsz a középpontban, te hozol most fontos döntéseket, és itt látható a kapcsolat kettőtök között. Most én ezt összefoglalnám. Ami ezt a férfit illeti. Itt megjelenik kétszer az ő otthona. Ez jelentheti a családi kapcsolatokat is. Ez az otthon, az jelentheti azt is, hogy tervez veled egy közös otthont. Vagy valami változik az otthonában. Itt megjelenik a lilium, és annak van tisztázó hatása. Ő tisztán látja a dolgokat, vagy rendezi a családi kapcsolatokat, vagy tervez egy közös otthont.
itt látható a szeretet és a szerelem. Számára fontos, hogy meglegyen a stabil párkapcsolat, ahol ő le tud horgonyozni. A ház jelenti azt is, hogy ő óv téged, vagy ki akar építeni valamit, ami a párkapcsolatot illeti, hiszen itt van a szerelem. De kihat a munkára is, hiszen a horgony az jelképezi a munkát, a hivatást. Ez lehet egy közös tevékenység is. Itt kiépül valami. Az lehet, hogy munka otthonról, vagy egy magánvállalkozásnak a kiépítése. Amit ez a ház és ez a nappali szoba még jelenthet, hogy lesz egy meghívás, vagy ő vár arra, hogy te hívd meg őt. Itt megvannak az elképzelések, ez a meghívás, vagy ez a látogatás. Visszatérve a liliumra, ennek van még egy más jelentősége is, mégpedig jelenti a szexuális kapcsolatot. Itt szerelemről van szó, de a testi kapcsolat, ez a gondolat nála szintén megjelenik, tehát ez is fontos. Ami téged illet, ha te egy hölgy vagy, itt a hegy jelenti a problémákat, a nehézségeket, de a kasza elvágja ezt. Javulni fognak a dolgok. A kasza elvágja a negatív gondolatokat, érzelmeket, hamis kapcsolatokat is, hasonlóan, mint ez a fekete gyertya mágia, ennek a hatása. Itt lesz egy jó hír, ez a levél jelenthet szerződéseket is. Ugyanúgy, mint a gyűrű. A gyűrű nem csak a szerződésekre utal, hanem erre a kapcsolatra. Azt is jelentheti, hogy valaki visszatér hozzád. És itt lesz ez a kapcsolat, ez a hír, beszélgetések, egy közös terv, egy találkozás, hiszen ez a férfi visszatér hozzád, vagy ez a gyűrű jelenthet egy házassági ajánlatot is. És akkor egy hangban van itt a házzal, hiszen ez jelenti a közös otthonnak a tervezését. És most átküldöm ezt az energiát, hogy mindaz eltávolodjon tőled, ami téged szomorít, a negatív energia. Helyezd magad kényelembe, gondolj azokra a dolgokra vagy személyekre, amitől vagy akiktől te elbúcsúzni szeretnél. És én kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dender Rá!